Véletlenül észrevettem. Véletlenül észrevetted a kutyákat. Igen, nem tudtam, hogy itt vannak. Azt hittem pintába van. Nem gáz, hogy elmondtam. Nem gáz, hogy elmondtam. Ja. Jól van, visszamegyek oda, és akkor nem... Egy helyben leszek, nem nézek semmit. Persze. Most már mindegy. Ó, ott van egy tábla. Jó, gyere már, mert... Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Végre valahára itt van Nicole Ice Cube és egy Zoe Smith Gun te mögöttem. Rohadjál meg, Zoe. Nem is köszönsz? Az előbbit is felvetted, hogy én beszéltem? Te göthös. Mi van? Az előbbit is felvetted, hogy beszéltem? Én? Hogy feltételezhetsz rólam ilyet? Ó, ebből lesz az istáló! Vagy ez mi a rák itt? Nem Hello. Abból lesz az istáló. Az istáló ott van, gyere megmutatom. Ez lesz-e? Ez a roncse? Hát, ja. Jó, én még nem felisztem. Ja, igen. Igen. Tehát mai videónkban bemutatjuk Nikinek csodálatos délpatát, csak ő romokban látja jelen pillanat, mert neki még nincsen kész, és megvitatjuk az életemet, frissítéseket. Igen. Ja, hát az életed az eddig is romokban volt, azt nem kell bemutatni. Na, gyere! Igen, tudom. Gyere, na, nézd így, meg a kutyákat! De ott a bácsi! Nézd meg a kutyát! Nézd meg a kutyát! Valaki ölje meg, Léci! Kérlek! Jaj, de melyiket? Szürkét nem, mert az már van. Jaj! Azt mondtad, az kell, amelyik nekem van. De közben megláttam ezt a zsemle színűt, és hallod, van egy teljesen fekete, ami tiszta lola! Igen, csak... Nem tiszta lola, mert nem olyan, de a színe... Igen, csak én azért nem mertem megvenni, mert olyan... Nem tudom, olyan beleolvad. Most én fekete lóval vagyok, akkor fekete szett, meg fekete kutya, hát nem látom, hogy hol van. Hát akkor vedd fel fehér lóhoz. Na menjek ott otthon. Azt viszont nem tudom, hogy raktak-e be új cuccokat. Ide. Hallod, megtaláltam már a házad. Megtaláltam már a házadat. Peci, Peci, kimehetsz, hiszen vagy az a... Büdös. Nem beszélünk, anyám. A videóban. Mert ez nem, ez családbarát tartalom. Bátor terjed. Ez a kutyus, várj, ide vágjál majd be olyan zenét, hogy... Hallod, olvasd el az elsőnek a leírását. Hangosan. Lelkes terjer, ez a kis okos pofa egyből megragadja a figyelmedet. Gyorsan tanul, és bármit tanítasz neki, szuper gyorsan elsajátítja. Ja, de ne azt a már feketének olvasd el. Csak nekem az az első, mert én már egyet vettem, nekem fekete az ja. Első. Feketét olvasd. Értem! Tehát ennél a élénk fekete terjernél, ami aranyszínű, az nincsen nála cukim. Úgyhogy vedd meg a feketét. És az aranyszínű, ez mit írtak, hogy micsoda a fekete? Abban semmi extra nincsen egyébként. Tehát ott nem írták bele a színt. De gondolom, hogy összecserélték. Közben tartok nektek egy bemutatót a Lusitano csökéletes csozgásáról. Jó, ez egyelőre nem veszek, mert nem tudom melyik legyen, hogy a fekete vagy a zsömi. Mindjárt megfulladok. Jó, hát délpat a kínálata nem változott semmi. De a zsemle színű is hasonlít egy régi kutyusomra, akit úgy hívtak, hogy Matyi is. De azt hittem a Daisy. Ja nem, a Bigly volt. Nem, a Daisy Tricolor volt. Hol vagy? Nem tudom. Magamon kívül. Gyere, megtaláltam a bizédat, a házadat. Megmutatom, hol fogsz lakni. Istenem, melyik romod van? Állj meg. Itt vagyok-e? Gyere, megmutatom hol? A házadat. Tudti valami fasságot mutat? Nem, hát ez a szomor igazság. Ez a te házad. Tessék. Itt van, még van labdád is. Gyere, még van labdád is, vannak itt dobozok, meg hordók. A kutyád már be is foglalta a tetőteret, nézd meg, tetőtér is van. Neki már ez szimpatikus. Jó, nem jó? Te is felugrasz? De a te kutyád nem erészeljen bemenni az otthonomba, jó? Miért ne? Légy szíves. Meg tudok menni, vagy át tudok menni rajta, nem? Ez már nem az a játék.
Új, de hadd menjek fel lóval! Fölmehetsz. Ott a cica! Ott a ceca! Cecát kigyúrjuk a picsába. Hogy mi ez? Ja, azt hittem, hogy... Ja, ez egy ceca. Ó, leugrok! Várjál! Hallod, átmentem a kerítésen. Ez minőségi, csak sétálj át rajta, lájtosba. Át tudsz menni rajta. Hát ez nagyon szar. Figyelj, délpata. Ez az új délpata. Délpata bemutatása. Amúgy van, meg, amúgy van, Budi, ez volt az első. A szaros lepedődet, amit összefostál, bazd meg. Az nem igaz, az te voltál. Neked volt hányos fosós időszakod. De valakire fogni kell most. De amúgy figyelj, körbevezetlek, itt van a legelső dolog, amit neked meg szeretnék mutatni, hogy tudd, hogy hol van. A víz? Nem. Ami meg tudok fürödni? Nem. Ja, a WC. Budi. Igen, tehát hogyha fosnod kell, akkor légy szíves ide. Van bent légfrissítő is. Nem tudsz bemenni. Jó. Mondom. Várjál. Mit csinálsz? Babágos? Várjál. Nem lehet belelátni. Bekopogta? Hát valami olyasmit akarok, csak... De ezt nem várjál. Így kell, ezt így kell. Ezt így kell. Igen, várjál meg a... Megvan! Nem, ez nem ilyen és volt régen. És a vállamat. Hát igen, azokat is egy kicsit átvariálták. De akkor te még itt voltál. Akkor még játszottál. Csak az... az még na, bezzeg a kutyám, az be tud menni, hallod? Legalább akkor a kutya tud szarni. Legalább tudod a szoba tisztaságra nevelni. Várjál, nézd az ablakot. Ja, de neked ez még nincs itt, mi? Vagy neked milyen itt ablak? Van ez a cucc? Vagy neked nincs még ez az épület megépítve, mi? De! De? Megvan? Most nézel ki az ablakon. Ja. Nézek ki? Ki akarok ugrani az ablakon? De nem engedi. Ez nem ér? Vagy akkor kiugrok a bejáraton. De nem á! Ez nem jó! Júlcsi, csinálj valamit! Ha az ember kihagy egy hónapot. Júlcsi, csinálj valamit, ez így nem jó! Houston, baj van! Milyen lábad? Milyen? Szia! Szia, Szilvi! Ah! Jaj, meg ja. Mit akarok mondani? Akkor itt voltál, szia, amikor Szilvi. A nadrágok... Várjál, letekszek melléd, jó? Várjál, hallod, Szilvi. Akkor itt várjál, Szia. Akkor játszottál, mikor a nadrágokra raktak plusz ötös izét, lovaglást? Igen. Majd nem voltam fenn, de olvastam. Most véletlenül megsimogattam a lovat. Te mit csinál? Nem tudom. Összefejeltünk. Lopakodjunk csendben! Becogi kutyád van! Jó, ez Eszter, miért Esztert akartam mondani? Né, de amúgy az aranyszínű is rohadt szép. Aha. Mármint a tehén vagy a kutya? Vagy a ló? Ott vagyok a tehénen. Csendben! Milyen jó a karakterem, seggel. Nyomd! Gyerünk! Kihúzom! Gyerünk! Nem bolond. Hogy ez nem így kell. Há, hogy? Hogy? Vagy a izé, melyik kell? Ez. Vagy. Nem, így. Te szadista! Ha valahogy ki kell szedni. Jogos. Szerinted gyere mennyire nézek figyeld, ki? Figyeld, gyere meghúzom. Figyeld, gyere meghúzom. Jobbra is, balra is. Mindenhova. De rossz. Ez így nem jó. Houston, baj van. Amúgy véletlenül lenyomtam egy söbetűt. És? Nem baj, elküldöm, tessék. Hol a viharkabátom? Ó, ne! Mi van? Ja? Semmi.
Rá akarok ülni a Hogy ez tenyérre. mennyire reális, hogy... Vajon akkor a tehén, mint a malac, vagyis fordít. Ásítsál bele. Ú, bocsánat. Jó a nap. Szevasztok, pacik, mizu. Nem tudnám, adjatok alszik egy fel kis a kutya. abrakot. Amúgy figyelj. Amúgy mi a fasz? Benne van a feje kajak, és így átizél? Mi? Hát mi ebben a logika? Mi van? Hát nézd már meg, hogy belehajol. Nem tudom, de bugyborákol itt is a víz. Mindenhol bugyborákol, mosószer van benne. Ez lopott víz. Fürdőbomba. Erre Rivúval már rájöttünk amúgy. Ez bugyborákos víz, ez nem jó. Bemegyünk a tyúkolba? Nem mi tudok ott bemenni! Szilvi! Halló! Anyád! De bezzeg a kutya mindenhova be tud menni, még azt hiszik hallott, hogy fogságban tartom. De bezzeg a tiéd átmegy rajta, hát 3 Mert előrébb mentem nagyon, de várjál. Hát ott még azt hiszik, hogy bezárjuk őket, na és jó, hagyjuk. Kínozzuk őket. Hello. És akkor ezek után kérdezzem meg valaki, normálisak vagyunk-e, ugye? Na gyere, fedezzük fel a többi hogy ügyes, van az a zene, várjál! Nem. Hogy leszakad a pajta? Mi az? De mi az? Várjál, hogy kezdődik? Melyik? A leszakad a pajta. Bazd meg. Baszki. Jó, régen voltam már óvodás. Rajta. Ja, búj zöldág. Ja! Búj, zöldág, zöld leveleske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Rajta, leszakad a pajta, bemaradt a macska. Meg a Niki. Ezt mi sűrűn énekeltük, ezt mi újabban egyre sűrűbben énekeltük a nyáron, Szabikának. Nyárban, alig fürdőjába, jaj, ezt inkább nem, ha berekad a monitorom. Hallod, nem már, hát bizét halláskárosult leszek. Halláskárosodás hallod, leszel? Itt a hát az lehet. Kussolsz, itt van a kút, te beugorj bele. Ugorj a kútba. És lesben áll egy te hallod, zárlatos lesz a mikrofonom. Hallod, beleugrott a kutyám a kútba. Beszarsz. Azt írták, hogy szívtunk. De jó. Hallod? Hol gyere vagy? Már ide a kúthoz, itt a kukoricatábla mögött. Beleugrott a kutyám a kukoricatábla mögött, hát ahogy kiasszad is. Én nem látlak, ide gyere! Belemászott a kutyám a kútba. Szilvi! Ja. Hello. Jesus Christ! Ez mi itten, gyapjú? Gyapot? Vagy mi ez? Ez nem, gyapot! Olyasmi, igen. Ez gyapot szerintem, nem? De tök jól néz ki. Hát jól meg van csinálva szerintem. Igaz hát, olyan, mint hogy a kartonlapok lennének. Ja, az ilyen marharéki grafikon. Amúgy tényleg. Brutál. Nem baj. Hát ne haragudj, de azért a kukoricához képest azért tényleg kartonlap. Dudzi, pam para pam pam pim 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 pum pam pum pam pum pam. Amúgy hadd vegyelek már be csapatba. Hol várjál. Vagy? Nem te vagy az. Az meg nem is veled körözök itt. Hol a picsába vagy? Szia! Hogy teszész a szádban? Hát te vagy? De úgy annyira birka vagy, hát nem is. Ugyanazzal a lóval van legalább, mint én. Hát te nagyon hülye vagy. Hát nem, de hasonló. Jó hát van már, vagy. Nem azt néztem én. Nézd, amennyi ló van itt a karámba-e? Most mindenki itt van Dél-Patán egyébként lassan már. Szerintem egy idő után már mindenki itt fog tartózkodni. Nem Steven. Van globál, nincs globál, akkor nem hiszem. Rappá! Gerrappá! Na, ha gyere, elkezdem ezt a felét, ha egy nap alatt kész van? Nem. Kigondoltam volna. De amúgy most megcsinálhatod. Mármint mai nap megcsinálhatod, csak van egy külön feladat, amivel várni kell még holnapig. Azt még én se csináltam. Nem bajolszunk rá egyet. Azt még én se csináltam meg. De erre nem én tudsz aludni. Erre nem tudsz aludni. Ja. Várjál, akkor addig hát megcsinálom én is.
A tenger, a szél, a lovak. Igaza volt a testvéremnek, így tényleg békére lelhet az ember. Én köszönöm, már de milyen felolvastam faragatlan egyszer vagyok. Volt. Hugh Hefner vagyok, akarom mondani. Hugh, mi a faszom? Hugh Hefner leszel, jó? Hugh Hefner veterán őrmegy vagyok. Most lázat az egészségügy alakulattól fogok mérni. Jelentkezem. Mire, ami most megyek, megyek meglázmérőzöm a lovat. Jézusom, de ugye nem az enyém. Nem, ez a feladat. Csak ez a következő napi. Erre nem tudsz aludni egyébként. Már meghőmérőztem. Egy lovat kell meglázmérőznöd? Mi? Igen. Egy pónit. Pici póni. Meg tudod, én kézrátétellel gyógyítok, mi? Semmi. Seggen át. Jaj. Ez így. Na. Adjuk le a fenét! Egész nem megsimogatni akartalak te! Okosítom magam, a tudásomat bővítem. Egész életemben ilyen csak szolgáltam. Tábori kórházakat állítottam fel. Most mi van? Ételeket mentettem. Majdnem eltaláltam. Életeket mentettem. Ez már kicsit fura volt, hogy ételeket mentettem, nem? Igen. De azt tudtuk, hogy nem tudsz. Igazi célom volt, tudod? Miután megsérültem, leszereltek. A mellkasom telerakták kitüntetés csekkel, megadták ezt a fényes új lábat is. De a fejem more nem egészen volt rendben, testvérem. Tanácsadó, terapiára, terapiás lovaglósra, specialistára. Egyébként milyen jó lenne, hogyha ezeket a saját lovagokkal is meg lehetne csinálni. Mondom, milyen jó lenne, hogyha ezeket a cuccokat, amiket a... De ezzel a csikóval megcsinálunk, azt a saját lovainkkal is megcsinálhatnánk, tök jó lenne. Bla 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 bla, menedék van. Bla 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 bla. Mit kell csinálni? Hugh Hefnerrel. Megint bezárom a lovamat. Isten nyugasztalja szegénykét, most berakták a játékba. Ja. Na. Na hajj. Igen, tudjuk, jön Madison, meg Edison, meg a izé, meg a perekútja, meg a hatkúja, meg a hét gyerek. Na, jó. Óvó fag. Igen, robotláb. Milyen jó fej, nem? Megkérdezi, robotlábad van? Bla 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 bla. Amelán komálná? Amálnává. A kalamagó, mit kell csinálni? Lassan lépésbe vitt körbe a csikót, aki futóval. De a kalamagó. Hallod? Lobisa. De. Mi? Hogy? Körbe kell vinnem a csikót, aki futón. Amúgy én ide fogok költözni, hogyha megcsinálom, azt tuti. Ez annyira én vagyok, szóval, hogy... Ah, én is ilyen helyen nőttem fel itthon, és tehát imádom. Annyira nem voltunk amúgy vagyok. Te. Paraszt vagyok, szennyel lakok, van egy nő, meg egy traktorom. Sáncsok vetyek, kapok vetyek, tisztatjuk, szaraz üdvöröm. Köszönjük, Emese. Nincs már sárom, se traktorom. Nem, mintha fájna. Ezek csak tények. Igen, jó látom, igen, de most... Nem is kell, mi a tököm, zenét raknom a videóba, baszki, elég ha ennek ez a copyrightos, ezt szétverlek. Miért? Mert paraszt vagyok. Igen, de azt eddig is tudtam. Hello Beatrice, úgy tűnik minden napi feladatodat elvégezted. Megnézzük, hogy van a csikóma. A csikó kezd jobban lenni, de a lehető legtöbb gondozásra van szüksége. Már ennyi napja gondozod ezt a lovat? Kettő. Úgy számolom, még ennyi napja. De most na. Mit spoilerezel nekem? Ez he? Az, mára végeztél, mindenképp pihent ki magad és gyere vissza holnap. A csikónak még mindig szüksége van a segítségedre. Király. Na. Hát felolvastam. Most erre mit menj tettem? Már innen, baszki, hát nem tudok rálépni arra a táblára. A jó ég áldjon meg, hogy itt kell megállni. De amúgy szeretlek titeket. Hát ez korrekt. Itt az édeskert! Megpamparázhatlak? Édeskert. Miért kell ezeket betipálni? Hogy felveszem a küldetést? Ez nem az, aminek látszik egyébként. Na, így.
Ah, visszahallgaskodott az édesket. Ápoló Gyertek, állomás meghőmérőzzük első a lovát szakasz. az édesket. Ezeket miért kell bepipálni? Mit? Vagy ha én Hát mert kipipálom? meg kell csinálnod. Azért kell kipipálni, hogy meg tud csinálni. Most kérdeztem volna legszívesebben valamit, de inkább nem teszem. Ez a tevékenységhez először le kell szállnod a cetves gebédről. Jól van. Köszönöm. Ja, hogy az így ennyi, rálépek, hogy építés, pereputyi is megvan? Igen, de hát meg kell csinálni, az eltart egy darabig. Ingardium Leviosa! És füst! És füst! És nyikfing, és nyikha, és megvan. Nagyon jó. Tökéletes. Mm. De jól néz ki. Azt mondja az édeskert, mindent felvettem, te kis sunyi. Mondom én is. Ó, itt mi fog épülni? Gyóntató terem? Mert van már mit meggyónnom. És ez kit érdekel? Vagy amikor beleharaptam a munkatársam kajájába, és ráfogtam másra. Tényleg megcsináltad? Te lenne mit meggyónom. Spoilerezzek, hogy mik lesznek? A pingás az egy természetes dolog, gyerekek. Ne féljetek fingani, de tényleg, jó? És hát, hallja minden lakos, hogy ebből nem lett sunyi lapos. Kinek rémlik, és honnan? Ingom szagától bűznik az utca, kiszabadult belem, kiszabadult belem, nek összes tudta. Rá lehetnek, hogy a körmilár, olyan szilárd, hogy szilárd. Olyan büdös, hogy szilárd. Olyan szilárd, hogy büdösen áll, nem baj. Na jó van, moderáltunk. Légy szíves. Hogy mit mondtál? Hogy itt mit lehet mondtál? Lovat mosni? Csak a csikót. Én mindig nem. Csak a csikót. Aki majd milyen ott csikó? Lesz a gondozó állomáson. Lesz De gondozó... milyen csikó? Lesz, az új küldetés erről szól. Föl, meg kell csinálni Délpatának a menedékfarmját, és akkor utána lesz rögtön egy csikó is, akit gondozni kell. Azzal szarakodtam most az előbb. Egyébként tök jó, de ezt mondom, hogy meg lehetne csinálni úgy is, hogy a saját lovainkat is le lehessen így mosdatni, mert tök jó néz ki. De szerintem, hogyha már így berakták a játékba, akkor szerintem később be fogják tenni úgy is, hogy mi is csinálhatjuk a saját lovainkon így a tisztítást. Most fogom az istállót megcsinálni? Igen. Most kész lesz egyébként, össze tudod rakni egy nap alatt. Csak sok szarságot kell összeszedni. De azt látom, mert most éppen nem tudom, mit kell csinálni. Hát a kerítést kell megcsinálni, azokat a gajakat összeszedni, a köveket a... De várjál már, Mónikám! Karámbó. Hova megyek várjál, én? Várjál, visszajövök. Közben, hogy pofázok neked a feladatra, sajátomra meg nem figyelek. Ez is a te hibád, Nikolett. Szerintem inkább... Új feladatokat a feladattábláról kaphatsz, ha a feladatok listája üres, lelelelele. Igen. Eltalálsz hát a feladattábláig? El. Akkor menj vissza a izéhoz. Hughhoz. Ja, megvan. Igen. Gratulálok. Igen. Vagy. Na várjál. Oh my god. Mindjárt megyek lovakat kergetni. De jó lesz. Az amúgy annyira WoW meg LOL ez itt oldalt, ez a küldetés izé. Egyébként nekem nagyon bejön. Aha, tiszta WoW meg LOL. Inkább WoW, de amúgy ja. Szerintem sokkal jobb egyébként, legalábbis nekem így jobb, mert számon tudom tartani, hogy mi kell, meg mennyi kell, meg miből kell mennyi. Te maladsz? Ne ijeszgessé! Hol ez a tetves ló? Itt van. Találtál egy lovat, érted? Mész az utcán, és akkor... Hopp, egy ló! Egy ló. El van a gyerek, ha játszik. Repülsz, ha rámülsz. Na, lovas mesefanok. Vagy... Melyik mesébe volt ez? Vagy ahogy kedves videósunk. Sose törj be a vadló! Anyádat! Te gelesztás!
Anyád! Anyád se szeret. Ne fuss már túl, more! Te tökéletlen. Most ezzel mit kell ennyit csinálni? Ja! Rájöttél. Oh! Hol de van? Szép kapu. Hol ez mi? A tetves ló? Nem fent a toronyba? Ott is van. De van még egy a... Nem tudom, egy a diszkóba is van, nem? Everybody station át a kerítése. Nincs itt ló? Hát nincsen. Tütő húzza a réba tütőddel! Köszönjük, Nikolát. Ennél hülyén már úgy se leszel. Hát nem. Ott van a lónak az árnyéka egyébként. Legalábbis ott volt a falon. Köszönjük, Szilvia. Ennél okosabb se leszel már. De te se. Na már! Aha, amúgy azt így megnézném, hogy ez a ránézésre 40 kilós kislány hogyan fog felszedni egy 200 kilós farönköt. Én 4 éve kérdezem ezt magamtól, és még mindig nem kaptam rá választ, úgyhogy ne erőltesd. Oké, okay, akkor ezért írni fogok a supportnak. Nem mersz. Hang vagy. Hang vagy, nem mersz írni. Nem, mert manapság már mindenél bannolják mindennél az embereket. Á, most már szanálás volt, most már ilyen nincsen. Hát az Isten. Ja, akkor javítsuk itten a délpatát és környezetét. Húzzuk fel a színvonalat a -2-ről -3-ra. De csak azért, mert mínuszba, tudod? Fölfelé igen. Viszed, hátrafele megy. Tényleg? Hagyj. Olyan? Menjél szurkolni. A kátránnyal. Ágok eltakarítása. Na. Oly jó. Az jó, ha nagy. Az jó, az jó, ha dundi. Kere. Az jó, ha dundi. Na. Én elküldtem a videókat, nem? Milyen videókat? Amiket az Alán videózott rólam. Igen. Igen, elküldted. Vagy nem? Na, én végeztem a feladataimmal. És szerintem itt le is zárhatjuk ezt az egészet. Úgyhogy... De kiköszönöm, hogy velem tartottál. Igazán van mit. Tudom. Akkor még nincs mit. Ha szeretnétek még Nikivel videót, de nem, nem. Kommentbe jelezzétek, meg idegesítsétek még néhány dolog a rajtam kívül is, úgyhogy... Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy tetszett, és legközelebb is igyekszünk majd jelentkezni valamiféle közös videóval, amint mindkettőnknek sikerül időt felszabadítani. Hát ilyen fél évente egyszer? Ja, körülbelül. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Aloha!